Figyelj! El kell varázsolnom azt a két érmét a másik kézben. Fókusz, fókusz. Meg csiribé, a filibusz. Csiribé. Hát, van mit tanulnod. Figyelj! Elmondom a varázsigét, te elismétled, és Laci kezéből, bocsánat, László úr kezéből. Eltűnik a két érme. Oké? Okay? Rendben. A varázsige így szól. Ahrutta, mahrutta. Ahrutta, mahrutta. Szuper! Ahrutta, mahrutta, és azért László kezéből a két érme a kendő alól nincs többé, nézze meg ott fent, eltűnt. Hogy az érmek elvarázsolódtak-e Körmendi Zoltán kollégán kezéből, azt március 7-én este 6 órakor megnézhetik a Star Café című műsorunkban. Ungár Anikó bűvész volt a vendége a februári beszélgetős műsornak, aki mesélt hosszú pályafutásáról, amely gyorsan ívelt felfelé, még akkor is, ha eredetileg színésznő szeretett volna lenni. Ám a színpad és a varázsláshoz való tehetsége más irányba tolta életét, ennek felismerésében pedig, mint megtudtuk, a szülei segítették. Te látod azt, hogy vannak dolgok, amik jönnek feléd, és neked az jó lenne, ne hagyd el, csak azért, mert te kitűztél egy célt. Az valamiért jön az életedbe, valamiért bekúszik, mert a dolgok megteremtődnek. Én hiszem azt, hogy te magad vagy az, aki ez egy borzasztó szó, hogy te megteremted magadnak a körülményeket. Igen, megteremted. Úgy teremted meg, nem direktbe, úgy teremted meg, hogy te vagy valamilyen, van valamihez tehetséged, van egy érdeklődésed, van egy víziód, és amikor te találkozol ezekkel a dolgokkal, az a tied. Akkor abba bele kell lépni. Világsiker, nemzetközi színpadok, harmonikus család. Ungár Anikót mindent megkapott az életben, amit szeretett volna. Vasárnapi lány, így jellemezte egyszer barátnője, ő pedig úgy tartja, mindez nem természetes, és mindig hálás volt a sorsnak az életéért, amiben nem volt semmi varázslat. Ott unalmas lenne az élet, hogyha én csettintenék, és egy olyan pasi állna előttem, akit én elképzelek, és mindent úgy csinálna, ahogy én azt gondolom, vagy így csinálnék, és a pénztárcám te lenne pénzzel. Nincs motiváció. Én azt gondolom, hogy nincs hajtóerő, hogyha minden megoldható egy csettintésre, akkor mi nem fejlődnénk se fejben, se semmilyen formában. Nem lenne sava borsa az életnek, tehát, hogy mint ahogy egy ételnek, hiába van egy padlizsán, meg egy olívaolaj ott a kettő, ha nincs kis só, kis bors, hogy még egy kicsit, önmagától semmi nem történik, tehát mindig kellenek az összetevők. A Star Café márciusban is folytatódik, 23-án este Szulák Andreával beszélget Körmendi Zoltán.